Bár Robert városi rendőrparancsnok helyettes azokat a fotókat mutatja, amelyeken a lakosok illegálisan helyezték ki az építési és bontási hulladékot a fedett konténertárolók mellé. A városi rendőrök az utóbbi hetekben gyakran tudtak ilyen felvételeket készíteni, mert számos példa van arra, hogy a lakásfelújítás után az építési hulladék, például régi bútor vagy betontörmelék nem a megfelelő helyre kerül. A legkritikusabb helyzet az többnyire a lakótelepeken van, ahol ugyebár sokan lehetséges, hogy nem is tudják, hogy hova lehetne elszállítani ezeket a törmelékeket, ezáltal inkább leviszik a tárolók mellé és oda elhelyezik. Sok esetben van olyan, hogy föl is derítsük, hogy kik azok, de sok esetben van olyan, hogy nagyon sokáig kell utánuk nyomozni, úgymond, hogy meg is tudjuk, hogy valójában ki is rakta ki. Amikor megtudjuk, akkor viszont bírsággal és figyelmeztetéssel van befejezve az ügy, avval, hogy a helyszínről azonnal elviszi ezt az építkezési törmeléket. A lakosoknak két lehetőségük van, hogy legálisan megszabaduljanak az építési hulladéktól. Az egyik, hogy a municipál városi közterület fenntartó cég Pozsonyi úti telephelyére szállítják ki ezt a hulladékfajtát. A másik lehetőség, hogy rendelkezünk két darab 900 literes kis konténerrel, billenthető konténerrel, amit kérésre, telefonhívás után kiviszünk az adott címre, és miután ezt megtöltötték, kivisszük szintén a Pozsonyi úti telephelyünkre. A szerdahelyi állandó lakhelyi lakosoknak maga a szolgáltatás ingyenes, tehát a kiszállítás, elszállítás ingyenes. A telephelyünkön való lerakásért a megfelelő díjat ki kell fizetni, mintha a polgár kivitte volna a telephelyre önerőből. A hulladék lerakási díj 6 cent kilogrammonként. A konténert a képernyőn látható telefonszámon lehet megrendelni legalább két nappal a tervezett elszállítás időpontja előtt. A szolgáltatást csak állandó vagy átmeneti Dunaszerdahelyi lakhelyen rendelkező magánszemélyek kérhetik. A vállalkozóknak maguknak kell biztosítani az elszállítást.